Te, Reptile, nem csinálunk egy videót a női nézőknek? Mire gondolsz? Ha már úgyis húsét van, nem mondunk nekik egy locsoló verset? És melyiket akarod nekik mondani? Hát biztos nem a zöld erdő kékibolyás agyon használt óvodás verset. Akkor? Piros tojás, fehér nyuszi, ez mind csak maszlag, gyere kislány, megcsokkollak, utána meg... Medi! Beszéljük. Ez nem jó. Valami kedvesebb kéne, nem gondolod? Mondjuk... Húsvét van odakint, mosolyog az ég is, adjanak egy ezres, és mosolyogok majd én is. Az meg nem jó, mert akkor csak azt fogják hinni, hogy a pénzért mész locsolkodni. Mi lenne, ha húsvét napján azt kívánom, legyen rúsos a tojásom? Nem, ez sem jó. Esetleg a... Én még kicsi vagyok, verset ezért nem is tudok, de majd jönnek a nagyok, aztán majd mondanak azok. Ebben nincs benne a locsolás szó, az kell bele. Na ezt hallgatj! Szeged felől jön a kőzös, oda öntök, ahol szőrös. Na jó, akkor mindjárt rákeresek és eldöntjük, hogy mi legyen. Tele van a hajad kosszal, meglocsollak domestosszal. Isten ments! Házunk előtt nagy a fű, nem fogja a kasza, locsolj meg titeket az apátok. Add majd azt a telefont! Nézd csak, ennek még értelme is van. Virtuális locsolkodás távol is hatásos, nekem sem kell kölni hozzá, és te sem leszel bűzbájos. Ez nem is rossz! Hozzam is a kamerát! Ja, várj, elromlott. Hogy? Tegnap csináltam egy ugyanilyen locsolós időt, és csak utána döbbentem rá, hogy vízelótokat elfelejtettem a kamerára rakni.